Hatalmas durranás hallatszik, amikor a propánbután palackkal működő gázágyú elsül. A rémületen kívül nem tud más bajt okozni a vadaknak. A haszna viszont hatalmas. Az utcemberét kérdeztük arról, hogy mennyire hallható a környező termőföldeken és szőlősökben használt madár és vadriasztó berendezések működése. Hát zavaró, mindenféleképpen zavaró. Megzavarja a nyugalmat, nem lehet aludni. Én elég eldugva lakok a várostól, de ott is halljuk porkolát bölgyben, úgyhogy semmiképp se jó. Azonban nem mindenkit zavar a használatuk. De egyáltalán nem hangosak. Hát én fönt a hegyen nem hallom. Hát néha imitam ott, de nem biztos, hogy az attól van. Úgyhogy egyáltalán nem hallatszik. Hát én fönt lakok a hegyen. A hangok fölfele jönnek, és mégse hallom. A vaddisznók minden évben több milliárd forint kárt okoznak a szántókon. Ellenük pedig szakértők szerint ez a hangos eszköz a legalkalmasabb. Használatára általában 3-4 hétig van szükség, amíg a fiatal növények el nem érik azt az állapotot, amikor a vadállatok már nem tudnak bennük kárt tenni. Vendéged itt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, minden gazda próbálja megvédeni a terményét. Kerítéssel teljesen körbevenni azonban nem lehet valamennyi földterületet, ilyen esetekben keresnek más megoldást a földtulajdonosok. A vadászati törvény egyértelműen kimondja, hogy a mezőgazdasági termelőknek mindent meg kell tenni a vadkár elkerülése, vagy a vadkárok csökkentése érdekében. Ezért, hogyha egy mezőgazdasági termelő például gázágyút használ, az azt jelenti, hogy a törvényi kötelezettségének tesz eleget. Hozzátette, a gazdaságokban egyre több helyen előfordulnak gázriasztó készülékek. Gyümölcsösök, erdészetek, veteményesek, állattartó telepek és halastavak üzemeltetői is használják ezeket a vadriasztó berendezéseket. Természetesen a védekezéskor a lakosság érdekeire is tekintettel kell lenni, tehát javasolt inkább a gázágyúkat lakott területtől távolabb használni, vagy pedig más védekezési módszert alkalmazni, ami tulajdonképpen nem egyszerű, mert egyik módszer sem ad 100%-os védelmet a vadak ellen, és hát nem keríthetjük magunkat körbe mindenhol kerítéssel. Belterületen kihelyezett gázágyú használata miatt birtokvédelem sérelmével a helyi edzőt lehet felkeresni, aki indokolt esetben szabályozhatja a készülék üzemeltetési idejét, valamint hangfrekvenciáját.